Ami segítségünk, egész tanévünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úr Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Fennállva tanévnyitó ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Istennek szent igéjét a 2 Korintus 5.17-től olvasom. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, s nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, s reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségbe, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Amen. Isten tegye áldotta az igének hallgatását, szívünkbe fogadását és annak megtartását. Hajtsunk fejet, csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Ahogyan énekelve imádkoztuk is, Isten áld meg a magyart. Ezért könyörgünk e tanév kezdetén is. Istenünk, áldj meg és adj erőt nekünk elkezdeni az új tanévet. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy itt Mezőtúron lassan 500 éve nevelhetjük, oktathatjuk a diákokat, gyermekeket. Köszönjük, Urunk, a fiataljaink között munkálkodó, minden pedagógust és dolgozót. Hálásak vagyunk, Urunk, azért a több mint 700 ifjú tanulóért és gyermekért, akiket a bölcsödétől kezdve, óvodán, általános iskolán keresztül, a középiskolai évek végéig kísérhetünk. Így köszönjük meg neked, Urunk, a sok gyermeket, ifjút és hozzátartozóikat, mindenkit, aki most itt van a templomban és együtt ünnepel. Azt is köszönjük neked, kegyelmes mennyei atyánk, hogy mi mindannyian gyermekek lehetünk, nem csak édesanyánk gyermekei, hanem Isten gyermekei. Fiad Jézus Krisztus által pedig testvérei egymásnak. Kérünk, adj nekünk valóban egy testvéri közösséget, ebben az előttünk álló tanévben is, hogy egész intézményünk a te szeretetednek tanúbizonysága lehessen, és a Krisztus követésre, a keresztjén életre neveljen. Mindezért imádkozunk hozzád, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Énekeljük most a 826-os ének első versét, az ige hirdetésre készülve, Isten élő lelke, jöjj!
Istenek igéjét a példabeszédek könyvéből, a 23. fejezet egyetlen verséből, a 26. versből olvasom eképpen. Adjad, fiam, leányom, a te szívedet nekem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Ámen. Kedves tanévkezdő gyerekek és szülők, kedves pedagógusok, kedves kollégáim, kedves testvéreim! A nyár folyamán, ahogy jártunk erre-arra, és sok helyen megfordultunk, több olyan fiatalt is láttam, akár felnőttet is, akinek olyan pólója volt, amin egy híresség volt rajta, az ő képe, vagy az ő neve volt rá felírva. Így láttam például Ronaldós és Messis focista pólókat, láttam egy helyen egy egész sátort, ahol ilyen speckó, nagyon híres futballcsapatoknak lehetett a pólóit megvenni, ti ezt jobban tudjátok, én nem értek hozzám. Láttam olyan pólókat, ahol egy-egy híres énekesnek vagy együttesnek volt a képe rajta, és láttam egy Picasso feliratos pólót is. Hát a saját gyerekeim pólóiból nem mertem ide hozni egyet sem, mert otthon lelőttek volna. De a kérdésem az, és amin elgondolkodtam, hogy attól, hogy én fölveszek egy olyan pólót, amin Ronaldo van, vagy Messi, vajon olyan jól fogok tudni focizni, mint ő? Hát nem. Nem, sajnos nem. Jó lenne, de nem. Vagy attól, hogy azaria van a pólómon, akkor olyan jól fogok tudni énekelni, mint ő? Hát nem. Vagy Verstappen van a pólómon, akkor olyan jól fogok vezetni, mint ő? Hát jó lenne, de nem. Attól, hogy a pólómon van valami, és én azt magamra veszem, attól még nem válok azzá. De miért beszélek erről, kedves gyerekek és kedves testvéreim, nektek? Azért, mert szeretném megértetni veletek, hogy mit jelent igazából keresztény embernek lenni. Mit jelent igazán Krisztus követőnek lenni, Istenfélő embernek lenni. Református iskolába jártok, vagy fogtok járni, nézek itt a belépő évfolyamokra, vagy református iskolába dolgoztok, szólok itt a pedagógus kollégáimhoz. Ezt az iskolát választottátok bármilyen okból fogva, de itt vagytok, most itt ültök. Ez az iskola világnézetileg elkötelezett. Ez az iskola egy református, keresztény alapokon fundáltatott iskola, és ezt az értékrendet igyekszünk megélni, igyekszünk ezt az értékrendet a hétköznapokban is megvalósítani, képviselni. Az, hogy a tanévnyitó nem a pályán van, és nem ott beszél a főigazgató asszony, hanem a templomba, egy Isten tisztelet keretében, az már ezt mutatja. De vigyázzunk! Attól, hogy felveszem a Ronaldo pólóját, én nem leszek Ronaldo. Attól, hogy rajtam van az Azaria pólója, nem leszek ő sem. Ehhez azért sokkal, de sokkal több kellene. Attól, hogy ennek az iskolának a diákja lettél, vagy attól, hogy itt dolgozol, attól, hogy felveszed majd az iskola pólóját, vagy az egyenruháját, attól még nem lettél keresztjén. Sokan gondolják, hogy ha ők elég ügyesek, és igyekeznek, és jól viselkednek, betartják majd a szabályokat, úgy beszélnek, áldásbékességgel köszönnek, ha beiratkoznak és járnak egy református iskolába, akkor ők attól keresztjének is lettek. Nos, ehhez azért sokkal, de sokkal több kell. Egy mesét hoztam nektek, hogy jobban értsétek, egy afrikai misszionárius meséje a majomról, ami nagyon jól mutatja ezt. A majom nagyon irigyelte az oroszlánt. Oroszlánnak lenni csodálatos, gondolta. Mindenki tiszteli őt, tart tőle, gyönyörű sörénye van, erős hangja. A majom sokat törte a fejét, hogyan lehetne ő is oroszlán. Végül a majom bölcsességével kitalálta, ha oroszlán akarok lenni, akkor úgy kell kinéznem, mint egy oroszlánnak. A közeli faluból, a vadászházából szerzett is egy oroszlánbőrt, és magára húzta.
De ha oroszlán akarok lenni, akkor úgy kell beszélnem, mint egy oroszlán. Ezért megtanulta az oroszlán ordítást is. Addig gyakorolt, amíg nem sikerült neki. A harmadik gondolta majom, hogy azt is kell ennem, amit az oroszlánok esznek. Ezért szerzett egy jókora csontot, és elkezdte rágni, és közben morgott és csámcsogott. Igaz, néha öklendezett is, mert undorodott ettől a csonttól, de hát mind meg nem tesz az ember, akarom mondani a majom, azért, hogy oroszlán legyen belőle. Végül azt mondta magában, most már nincs más dolgom, oda kell mennem az oroszlánok közé, és be fognak engem fogadni. És elindult az oroszlánok tanyája felé. Útközben találkozott a zsiráffal, aki sürgősen kitért az útjából, és futásnak eredt. Az úton ballagó teknős békára is ráordított, az pedig sietve húzódott be a páncélja alá. Az antilopok, ahogyan már messziről megérezték az oroszlánbőr szagát, sebesen elmenekültek. A majom kuncogott magában, tényleg, ha oroszlánbőrben vagyok, és úgy viselkedem, mint az oroszlánok, akkor oroszlán is vagyok. Így ért el az oroszlánok tanyájához. Csontot rágva és bömbölve közelített, amikor egy öreg hím felállt az oroszlánok bandájából, és elindult a majmunk felé. Ám akkor ennek inába szállt a bátorsága, minden szőrszála az égnek állt, lábai reszketni kezdtek, és hirtelen meggondolva magát, gyorsan felmászott egy közeli fára. A dzsungel lakói pedig összegyűltek a fa alá, és sokáig nevették a majmot, aki azt hitte, hogy ha oroszlánbőrt húz magára, és úgy viselkedik, mint az oroszlánok, akkor ő is oroszlán lesz. És a misszionárius úgy fejezte be ezt a mesét, a ti bölcsességetek ne legyen majom bölcsesség. Tanuljátok meg ebből a történetből, nem átöltözésre, javításokra, utánzásokra van szükségünk. Bár tudjuk, kedves gyerekek és kedves testvéreim, hogy a majomból sose lehet oroszlán, neki el kell fogadnia azt, hogy ő majom, viszont itt az a célunk, hogy minden gyermekből és minden felnőttből keresztény ember legyen. És Isten országába ez lehetséges. De ehhez nem külső változások kellenek, hanem sokkal több annál. Attól, hogy felveszünk egy refis pólót, de nem vagyunk beiratkozva az iskolába, attól még nem leszünk refisek. Valamelyik nap találkoztam egy régi diákunkkal, egy Tesco-s póló volt rajta. Mondom neki, a Tesco-ba dolgoztál? Azt mondja, nem, hanem turkálta. Attól, hogy felveszek valamit, de nem állok jogviszonyba azzal, attól még nem leszek azzá. Akkor leszel igazán refis diák, ha beiratkoztál, ha jogviszonyod van, és ha a szíveddel is egy idő után azonosulsz azzal, amit itt képviselünk és itt tanítunk. És ez nem kívülről jön kényszerből, hanem te magad is ezt érzed, és büszkén ezt vallod, akkor is, amikor nem vagy az iskolába. De még keresztény ekkor sem váltál. A magunkra húzott élet nem felel meg Istennek. Azt mondja a Szentírás, a szívünknek kell megváltozni. Adjad, fiam, leányom, a te szívedet nekem. Isten nem akar kevesebbet, mint a ti szíveteket. Viszont az a rossz hírem, hogy a saját szívünket nem tudjuk megváltoztatni. És ezért szükségünk van Jézus Krisztusra. Ő az, akiről Pál azt írja, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Jézus Krisztus az, aki át tudja formálni a szíveteket, új életet tőle lehet kapni, ha őt szeretjük, ha őt követjük, ha az ő akaratát keressük, ha megértjük, hogy ő mennyire szeret bennünket, annak ellenére, hogy mennyi rosszat teszünk, és mennyire sok bűnünk van. Ha valaki őt keresi, annak Jézus tényleg kicseréli a szívét. És kedves gyerekek, igazából erre van szükségetek. És erre van szükségetek a szüleiteknek, a lelkész kollégáimnak, és nekem is. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem vehetünk fel egy hírességnek, vagy egy általunk kedvelt, vagy szeretett sztárnak a pólóját, ami őt ábrázolja, kifejezve ezzel, hogy amúgy mi szeretjük az ő zenéjét, vagy elismerjük az ő tehetségét, vagy az alkotásait, és ez rendben is van. Igen, lesz iskola pólótok,
lesz majd osztálypólótok is, ami egy hovatartozást fejez ki. Van, lesz egyenruhátok is, ami szintén a keresztény értékrendhez kapcsol benneteket, a keresztény szolidságot közvetíti, azt, hogy nálunk egy Isten tisztelet nem divatbemutató, hanem Jézus Krisztusról szól. Nálunk a családban sok olyan póló van, amin van egy igeszakasz, hoztam is nektek megmutatni egy párat. Ezen például az van, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, és van az elején egy halacska. Vagy a hittantáboros pólóink, aki hittantáboros, tudja azt, hogy én már sok éve mindig van egy hittantáboros pólónk, aminek a hátuljára rá van írva egy központi üzenet. Az idei hittantáboros pólónk, megmutatom, Krisztus bennem él, ez a 2024-es táborunknak az üzenete. És fel lehet venni ezeket a pólókat, én is fel szoktam venni. De kedves gyerekek, kedves testvéreim, ez akkor lesz igazi, hogyha az, aki viseli, szívéből így is gondolja. Akkor lesz hiteles, ha én ismerem azt a Jézus Krisztust, aki ezeket, az igéket, ezt az üzenetet, ezt az igazságot mondta. Ne csak külsőségből, arról szeretnék ma itt nektek bizonyságot tenni, hanem szívből. Mondtam az előbb egy rossz hírt, az, hogy nem tudjuk a szívünket megváltoztatni. De mondok egy jó hírt. Jó helyen vagytok ahhoz, hogy megismerjétek azt, Jézus Krisztust, aki viszont meg tudja változtatni a szíveteket. Aki igazán keresztény ember szeretne lenni, annak a keresztény életet tanulnia kell. És ebben segít, kedves gyerekek, nektek majd a Biblia, az Isten tiszteltek, az ige hirdetések, az áhítatok, a hittanórák, a hitben járó pedagógusok, a táborok és a sok más közösségi alkalom. Ebben fog előbbre vinni benneteket az egész iskola hangulata, légköre évről évre, mindaddig, amíg tényleg meg nem születik bennetek az a döntés, hogy a szíveteket is odaadjátok. Meg nem születik az a döntés, Jézus Krisztust akarom követni. Nem csak az iskola pólóját és egyenruháját akarom felvenni, hanem szívből szeretném ezt képviselni és hinni. Az ő útjain akarok járni. Kedves gyerekek, kedves szülők, kedves testvéreim, ez az iskola Isten iskolája. És ha nem lesztek iskolakerülők, akkor növekedni fogtok a kegyelemben, ebben az új tanévben és munkaévben is. Úgy legyen. Amen. Most pedig helyünkről fennállva mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Most pedig helyünket elfoglalva, fogadjuk nagyon sok szeretettel a Református Kollégium általános iskolájának harmadik B osztályának műsorát, felkészítő pedagógus Takács Edit tanító, és fogadjuk sok szeretettel a gyermekkórus szolgálatát, a kórust vezényli Pusztai Katalin karnagy. Elfáradt a nap már, mind későbben kell fel, nincs ereje sütni, hűvös már a reggel, kihűl már a tó is, jön az ősz hiába, hagyjuk itt a partot, menjünk iskolába. Hiába keresed, Afrika felé tart,
Lopva még itt bolyong a nyár, a fák és házsorok között, ám az iskola nyitva már, és új ruhába öltözött a sok-sok pad, a fal, a tábla, és friss az ablakok virága. Szép volt a nyár, a víz, a rét, a játék és az utazás. Ott rezdül a hangunkban még a nagy élmény, a nyaralás. Ízlelgetjük a tegnapot, a sok jót, mit a nyár adott. Csipogunk, mint a madarak, zsibong tőlünk a tanterem, de csitt. Csend lesz egy perc alatt, ha a tanítónk megjelen. Igen, a tanító belép, és megkezdődik a tanév. Barna dió. Véget ért a vakáció. Vidám ruhák, félő szemek, gyülekező gyereksereg, mint a fecskék messze délre, készülnek az új tanévre. Külön rótjuk iskola van, kedvük alatt majd leszakad. Hangosabbak ma az utcák, gyerekektől népesek, valahogy még a nap is szebben ragyog, fényesebb. Izgatottan várt-e napra minden kezdő kis diák, az iskola előttük is kitárja a kapuját. Megtanulnak betűt vetni a tétova kis kezek, csengő-bongó szép szavakkal telnek majd a füzetek. Ma, amikor útnak indul a sok kicsi iskolás, kívánjuk, hogy öröm legyen számukra a tanulás. Tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zúzmarásak. Tanulni kell a nyári felhőt, a lobbanásnyi égi erdőt. Tanulni kell mézet, diót, jegenyfát és űrhajót, a hétfőt, keddet, pénteket, a szavakat, mert édesek.
tanulni kell magyarul és világul, tanulni kell mindazt, ami kitárul, ami világít, ami jel, tanulni kell, szeretni kell. Gyere most, keresek szavakat, jeleket, hogy értsd a szem, mit lát. És nevükön nevezek tavakat, hegyeket, mond utánam hát. Ez a föld, az az ég, ez a zöld, az a kék, völgy a hegyhez tér. Fogy a hold, süt a nap, a rög alól, kel a mag, tó a parthoz ér. Gyerünk, gyerekek, iskolába, oda is, ahol nincsen tábla. Vár az Úr Jézus iskolája, tantárgy, hit, remény, szeretet, iratkozzál be, add el néki gyorsan a szívedet. Ha nehéz is lesz majd a lecke, kigyálva még hogy megijedne, ott a Mester segít nekünk, ő ad erőt, ő ad áldást, hiányunk nem lesz semmiben, csak ráfigyeljünk, vele járjunk, s kövessük őt híven. Isten madárkái tova hagytak minket, verebek lakják most fecskefészkeinket. Isten madárkái messze délre szálltak, fényes nap keletig bizony meg se álltak. Őket a hideg tél utol se éri, röptüket ragyogó napsugár kíséri. Hozzánk tavaszt hoznak, tőlünk nyarat visznek, csalóka szép ősznek egy percig se hisznek. Adj Istenem, kérlek, boldog fecske szívet, napsugárral teltet, és te hozzád hívet. Szerető szíveden puha fészket rakjak, s örökkel örökké te nálad maradjak. Szerető szíveden puha fészket rakjak, örökkel örökké te nálad maradjak. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mezőtúri Református Kollégium 2024-2025-ös tanévnyitó ünnepségén megjelent valamennyi kedves vendégünket. Köszönöm az ige hirdetés szolgálatát nagy tiszteletű Mihalinánél Lipták Judit lelkészasszonynak, lelkészelnök úrnak, Mihalina Lászlónak köszönöm, hogy liturgiával szolgált, és köszönöm a harmadik B-osztálynak ezt a nagyon vidám és kedves műsort, azért tanévnyitóhoz képest elég vidámak vagytok, és köszönöm szépen a gyermekkórusnak is a kis vidám kórusukat, énekszavukat, a felkészítők Takács Edit osztálytanító és Pusztai Katalin karnagy voltak. Nagy tiszteletű lelkészelnök úr, lelkipásztorok, tisztelt szülők, kollégák, kedves diákok! Néhány perccel ezelőtt itt a kollégium gyermekkórusa egy szép hálaadó dalt énekelt.
Hálát adtak a csendes reggelért, a munka áldásáért, a barátokért. Hálát adtak azért, hogy minden óránk és percünk gondját a mindenható Istenre bízhatjuk, hiszen ő vezet bennünket. És ahogyan az előbb egy picit viccesen próbáltam ráutalni, tanévnyitó alkalmával talán furcsa a háláról beszélni, hiszen siratjuk a nyarat, a sokáig alvást, a pihenést, a lazább és kötetlenebb kereteket, a gondtalan napokat, amit a nyári szünet jelent, mégis azt gondolom, hogy van miért hálásnak lenni. Bár még érezzük a nyár forróságát itt is ezekben a percekben, mégis ma kezdetét veszi a 2024-25-ös tanév, intézményünknek a 495. tanéve. Már augusztus második felétől folyamatosan benépesült a bölcsőde és az óvoda, holnaptól pedig ismét zajos lesz iskoláink valamennyi osztályterme, melyekben, hát nem akarok senkit elriasztani, de 180, technikumi vonatkozásban 179 tanítási napot fogunk együtt tölteni. Egy bölcsődei, 3 óvodai csoporttal, 15 általános iskolai és 16 középiskolai osztállyal kezdjük el ezt a tanévet. Külön nagy szeretettel köszöntöm legújabb diákjainkat, akik most lépik át először iskoláink kapuját diákként, most már refis diákként, és azt gondolom, hogy tele izgalommal és kíváncsisággal ülnek most itt előttem. Ez az ünnepség kiemelten is a tiétek, és mi igyekszünk az elkövetkező napokban és hetekben fokozottan figyelni rátok, segítünk benneteket, hogy bátrak és magabiztosak legyetek. És kérem is ebben a felsőbb tagozatos évfolyamokat, hogy segítsetek nekünk, vigyázzatok a most belépőkre, mind az elsősök, ötödikesek és kilencedikesek számára, sok még az újdonság és a kérdés. Diákok, kedves diákjaink, kívánok számotokra az egész tanévhez kitartást, szorgalmat, türelmet, egészséget és meg annyi örömteli pillanatot. Az előttünk álló 180 nap munkaterve elkészült. A nevelőtestület által összeállított éves munkaterv számos olyan programot tartalmaz, ahol a tanulás folyamata mellett a hitbeli fejlődése, az aktív kikapcsolódása, feltöltődése is lehetőségetek lesz. És a tanuló mellett ott áll a szülő, mint az oktatás harmadik fontos szereplője. Tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy szoros kapcsolatot ápoljunk a szülőkkel, nyíltan és őszintén beszélhessünk a gyermekeik problémáiról, lehetőségeiről. Együtt kell dolgoznunk a közös cél érdekében, éppen ezért kérem önöket, kedves szülők, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik tanulmányait, és ha kétség merül fel önökben, akkor kérdezzenek bátran. Kollégáim nyitottak a beszélgetésre, eszmecserére, hisz közös célunk az idejáró gyermekek személyiségének kiteljesedése, és hogy minél inkább fejlődjenek itt a kezeink között. Milyen fontos feladataink vannak? Bölcsödénkben a szeretetteljes befogadás, a szülők hiányának enyhítése, a legkisebb gyermekek fejlesztése a cél. Fontos az óvodai átmenet segítése, ez is elsődleges feladat. A gondozó és Dajka nénik ebben az évben is nagy szeretettel készültek a legkisebbek fogadására. Az óvodában fontos cél a most óvodai nevelést kezdő kisgyermekek beszoktatása, fejlesztése, az iskolába készülők felkészítése, mindez pedig szeretetteljes közegben, ahol minden kisgyermek biztonságban érezheti magát. Ebben 6 óvodapedagógus, 3 dadus néni, 2 fejlesztő pedagógus segíti a gyermekeket. Az általános iskolánk továbbra is tehetségpontként működik. A tanulók számos tehetségműhelyen és szakkörön fedezhetik fel, és bontakoztathatják ki képességeiket. A középiskolában pedig az érettségire, továbbtanulásra való felkészítés és tehetséggondozás az elsődleges. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk a közép- és emelt szintű érettségi felkészítőkre. Így gimnáziumi képzésünkben továbbra is számos tantárgyból van lehetőség emelt és középszintű érettségi felkészítőn való részvételre.
A tavalyi érettségi és továbbtanulási statisztikák is azt mutatják, hogy megéri a sok befektetett munka, hiszen diákjaink szépen megállták a helyüket. Legifjabb öreg diákjainknak, a tavalyi tanévben érettségizetteknek kívánunk innen is további szép sikereket és Istenünk gazdag áldását. A technikumi képzés idei új feladata számunkra az, hogy most először van végzős osztályunk ebben a képzésben. A diákok jelentős része az intézményben marad, az utolsó tanévre is, így nagyon fontos, hogy megfelelően felkészítsük őket az interaktív szakmai vizsgára, amely újdonsága miatt számunkra is sok izgalmat rejt. És milyen fejlesztésekért vagyunk hálásak a nyári időszakban? Valamennyi bölcsődei és óvodai csoport klímaberendezést kapott, ezzel is javítva a nyári meleg napokon is az intézményben tartózkodó kisgyermekek és dolgozók komfortérzetét. Az általános iskolában az elsős és ötödikes termek felújító festése történt meg, a középiskolai intézményegységben pedig a kollégiumban történt idén nagy munka, részlegesen akadálymentesítve lett a kollégium épülete, ezzel segítve az arra rászorulók életét. Alapdokumentumainkat az igazgatótanács és a fenntartótestület egyetértésében a jogszabályi változásoknak megfelelően módosítottuk. Van miért hálásnak lenni. Hála, hogy itt az újabb tanév. A baráti találkozások, a tanulás, fejlődés lehetősége, a biztonságos környezet. Kedves diákok, kérlek, hogy legyetek ti is hálásak a lehetőségeitekért, szüleitekért, tanáraitokért, barátaitokért. És tegyetek meg mindent azért, hogy a tőletek telhető legjobb eredményt érhessétek majd el ebben a tanévben is. Mi a kollégáimmal igyekszünk minden lehetőséget megadni nektek ehhez. Isten áldja meg tanévünket ezekkel a gondolatokkal a 2024-es, 2025-ös tanévet megnyitom. Iskolánkban hagyomány, hogy a tavalyi évben hozzánk érkezett új pedagógusok és kinevezést kapott új pedagógusok, valamint az iskolába újonnan érkező 5. és 9. évfolyamos tanuló diákok fogadalmat tesznek. Ezért kérem Éger Ádám iskola lelkészt, hogy vegye ki a fogadalmakat. Ahogyan főigazgató asszony is említette, 2 fogadalmat hallgathatunk meg. Az egyik a tanári, a másik pedig a diák fogadalomnak a szövege. Én most megkérném a tanár kollégákat, hogy először ők fáradjanak ki ide az úrasztalához. Ebben az esztendőben 3 tesznek fogadalmat, Pirók Marian, Gombás Sándor és Szénási Ferenc kolléga. Megkérnélek benneteket, hogy jobb kezeteket a szívetekre helyezve mondjátok utánam a fogadalom szövegét. Az én szócska után a saját neveteket mondjátok majd hangosan. Én a Szent Háromság egy, örök és igaz Isten színe előtt fogadom, hogy a Mezőtúri Református Kollégium ő pedagógusa, a reám bízott fiatalok őrizője és gyámola leszek. A munkámat mindenkor lelkiismeretesen végzem, a kor kívánalmainak megfelelően képzem magam. Életemet pedagógusi hivatásomnak és az Anyaszentegyház szolgálatának szentelem. Minden erőmmel azon leszek, hogy tanítványaim megismerhessék megváltó urunkat,
egyházunkat és magyar nemzetünknek hasznos és odaadó tagjai legyenek. Isten engem úgy segítsen. Így legyen. Amen. Köszönöm szépen, foglaljátok el helyeteket. Az iskolánkba érkezett most 5., illetve 9. évfolyamon megkezdő tanulók fogadalma következik. Most megkérném az 5. és a 9. évfolyam most beérkezett tanulóit, álljanak föl helyükről. Jobb kezüket tegyék a szívükre, és mondják utánam a fogadalom szövegét. Az én szócska után mindenki a saját nevét mondja majd. Én a Szent Háromság egy, örök és igaz Isten színe előtt fogadom, hogy a Mezőtúri Református Kollégium diákjához méltó módon élek, életemet Istennek, hazának, tudománynak szentelem. Szüleimet, tanáraimat, tisztelem. Diáktársaim iránt testvéri szeretettel viseltetem. Az iskola hagyományait ápolom, törvényeit megtartom. Kérem Istent, hogy életem, egyházam és magyar nemzetem hasznára dicsőségére szolgáljon. Isten engem úgy segítsen. Így legyen. Amen. Isten hozott benneteket, foglaljátok el a helyeteket. Iskolánkban nem csak a fogadalom az, ami hagyomány, hanem az is, hogy a Nőszövetség az első osztályba bejövőket egy kis ajándékkal köszönti. Én most megkérném a Nőszövetségnek tagjait, képviselőit, hogy az elsősöknek szánt ajándékaikat adják át. Kérem az osztályfőnököket, hogy vegyék át az ajándékot. És ha már ajándékoknál tartottunk, akkor az 5., illetve 9. évfolyamban most érkezett tanulók is ajándékot fognak kapni. A Magyar Református Egyháznak az ajándéka lesz majd az a Szentírás, amit majd megkaptok holnap az osztályfőnöki órán. Forgassátok, legyen napi olvasmányotok, épüljetek belőle. Azt kívánom, hogy legyen áldott a ti itt tartózkodásotok. Szeretett testvérek, Isten tiszteletünk végéhez közeledve, de még nem a végére érve, a 290. dicséretünket énekeljük. 290. dicséretnek is az első versét, amely eképpen hangzik, vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Most pedig fennállva fogadjuk az Isten áldását. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.